Jó napot kívánok! A második tétel következik, ha emlékeznek, az múlt héten az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet egyik tanulmányával kezdtünk foglalkozni, és akkor azt ígértem, hogy négy tételben beszélünk erről a tanulmányról. Ez nagyon érdekes volt, ennek az volt a pontos cím, hogy élet és erkölcsi romlás az autokráciában, és több fejezete volt ennek a dolognak. Ma azzal foglalkozunk, amit ez a tanulmány szintén részletesen érint, hogy milyen az a, mikor a autokrendszert, a diktatúrát kiszolgáló apparátus, mondjuk a diktatúra elmúltával, szétrebben, és akkor jön, hogy ki az, aki már belülről bomlasztott, ki az, aki már tudta előre és látta, hogy ennek vége lesz, ki hogyan magyarázza egykori szerepét, hogyha tolta azt a szekeret, ami aztán később megbukott. Nagyon sok történelmi tapasztalat van ezzel kapcsolatban, de nyilvánvaló, hogy ez a tanulmány a Fideszre utalva hozta föl ezeket a gondolatokat, hogy azért ez a rendszer is el fog múlni, és hát bizony ennek igen nagy kiszolgáló apparátusa van. De felvetődik az az erkölcsi dilemma, hogy élni kell, dolgozni kell, nem mindenkinek az a perspektívája, hogyha nem tetszik neki egy politikai rezsim, elhagyja az országot. Sok minden oka lehet, hogy nem tudja, vagy nem akarja, mert miért is kéne elmenekülni, de akkor meddig mehetek el egy bizonyos szerepvállalásával? Kiszolgálhatom-e a kormányzatot azzal a propaganda gépezettel együtt, vagy annak részeként, amiről tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva, és esetenként már szinte vállalhatatlan. Elbújhatok-e itt ebben az apparátus tömegben, és mi lesz utána, ha mondjuk számon kérik, vagy én magam hogyan fogom ezt majd később értékelni. Szóval számos leágazása van ennek a dolognak, ma erről fogunk beszélgetni. Első vendégem, Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, és az MSZMP, most fel kell olvasnom, ez hosszú, egykori kulturális és tudományos és közoktatási alosztályvezetője. Ez csak azért, hogy benne a Kádár rendszer apparátusában. Igen. Hát éppen ezért, mert ugyan a rendszer vége felé, a 80-as évek második felében ott ültem benne, ezért amikor olvastam majd Tényi Lászlóéknak ezt a tanulmányát, teljesen déjà vu érzésem volt, mert egy dolog, hogy nyilván az Orbán rendszer elmúltával is meg fogjuk tapasztalni ezt a kérem, én ott sem voltam, vagy belülről gomlasztottam érzést, de hát én már ezt egyszer átéltem 89-90-ben a rendszerváltás környékén, hogy számos olyan valaki, aki ott dolgozott a környékemen, méghozzá tudom róla, hogy nem a reform vonalhoz tartozott, mert akkor már ilyen is volt az MSZMP-ben, hanem inkább a kemény vonalasok közé, és mi derült ki, hogy ő tulajdonképpen már a pártba is azért lépett be, mert belülről bomlasztott. Nézem, Ez egy nagyon gyakori hivatkozás volt egyébként, magában a Kádár rendszer időszakában is, pontosan. Amikor valaki azt mondja, hogy miért vagy te párt, azt mondja, figyelj, én ezt belülről akarom szétrelni. Volt, aki így lépett be, bocsánat. Hogy azt mondta a barátainak. Most, igen, én most nem mondok nevet, de neves és híres ember, aki úgy magyarázta később, hogy már a 80-as évek végén, amikor már a bomlás volt, ő mégis belépett, hogy azért lépett be, hogy belülről szétfeszítse. Igen, nézze, ha egy szóval kell jellemezem, hogy mi ez hamuka, ez önigazolás. De nem lehetett olyan, aki ezt őszintén gondolta? Utólag. Utólag. Hát az ember utólag beleéli magát abba a szerepbe, amit hát szeretne magának látni. Természetesen voltak olyanok nagyon sokan, akik a cselekedeteik objektív hatását tekintve gyengítették, bomlasztották a rendszert, egy alternatívát képviseltek. Hát mondjuk a Kádárkor végének közgazdás értelmisége, vagy technokrata, vagy média értelmisége, hogy hazabeszéljek, ha így fogalmazta meg, ha nem, egy másfajta szabad szellem jegyében végül is bomlasztotta a rendszert. De abban nem hiszek, hogy valaki tudatosan már azért lép be a rendszerbe, hogy bomlaszt. Abban hiszek, hogy változtatni akar, reformálni akar. Kicsit én is így voltam, úgy képzeltem, egy Pongyola diktatúra idején részben így is volt, hogy a 80-as évek közepén lehet egy kicsit nyitogatni a rendszer zártságát, annyira nem lehetett, mint gondoltuk, de valamennyire igen. De azt sosem mondanám magamról, hogy én azért mentem oda, mert belülről bomlasztottam. Javítani akartam a rendszert, sokakkal együtt, de nem fölbomlasztani, nem tartottunk ott gondolkodásban. Tudja, inkább a fordítottját tapasztalja az ember, nem azt, hogy valaki tudatosan oda megy, és belülről szándékosan bomlaszt, nem csak a
cselekedetei és gondolkodás. Bemegyek a börtönbe, hogy onnan kiszabaduljak. Igen, hát már ez kicsit neheze, ez jó, ezt nem ismertem ilyettől. Fordítva viszont van, hogy az embert magát, aki beilleszkedik a gépezetbe, bomlasztja belülről a rendszer. Tehát magát ő az maga, embert. Igen, pontosan. Inkább így fogadnám el ezt a terminust. Épp azzal, amit mondott a bevezető mondataiban, és ezt azért magamról is éreztem, hogy jó, én változtatni akarok valamit a rendszeren, reformálni, de az alapjait nem vonom kétségbe, hát akkor nem fogok hangosan tiltakozni. Még ezt lenyelem, aztán még ezt is lenyelem. Aztán kicsit morgok, de a hangerő gyengül a morgásra, mert benne vagyok a gépezetben, nem is feltétlenül egzisztenciális érdekből, vagy ez nem így tudatosul, hanem mert mégis egy csapattagja lettem, szeretném, ha a csapat jobban működne, de egyre többet megengedek magamnak az alkalmazkodásból. Ezt hívom, hogy az embert magát bomlasztja belülről. Ha egyetlen sztorit megenged a rendszerváltás utánról, nem is az enyém, Vitányi Iván mesélte, meg ott is álltam mellette történetesen. Vitányi Iván esztétikát tanított az úgynevezett marxizmus-leninizmus egyetemen, többek között, hát kitűnő művelődés kutató volt az úgynevezett szakosítón, ami azért már nem csak ideológia volt. Igen, igen. Valamilyen politikai fogadás volt már 90 után, tehát több párt képviselői voltak, és ott volt az akkori MDF kormánynak egy elég magas pozícióba kiemelt hölgye, nem mondom a nevét, mert meghalt már szegény, de nagyon magas nemzetközi funkciója volt, aki úgy oda keveredett valahogy, mire a Vitányi teljesen ártatlanul nem akarta blamálni, ráköszönt, hát ismerem magát, hát tanítványom volt a marxista estégyet szakosítani. Iszonyú zavarba jött a hölgy, hát letagadni mégsem merte. Hát ott nem nagyon lehet. Ott volt a tanára, és azt mondta, igen, de én már akkor sem értettem egyet. Na most, hogy mivel nem értett egyet a Vitányi által tanított esztétikában, azt nem tudom, de úgy érezte, hogy körülnézett, és úgy érezte, hogy hát, ha hallja valaki, akár a pincér, neki ezt el kell mondani. Ez egy szörnyű tudathasadásos állapot, szóval, mert ugye más dolog mozgatórugójaként részt venni egy diktatúrában, és azt kiszolgálni és segíteni, hogy az még működőképes legyen, és más dolog egy olyan rendszerben élni, ahol diktatúra van, és annak is ki vagyok szolgáltatva, mert például nem kapok meg bizonyos állást, ha. Persze, vagy értelmiségi vagyok, nem kapok olyan megbízást, ösztöndíjat, publikációs lehetőséget. Igen. Ez két különböző dolog. Pontosan. Én igaziból akkor nem szeretem, ha valaki ezt a belülről bomlaszt dumát mondja, szerintem alaptalanul, amikor a legszorosabb mag, a rendszer szorosabban vett működtetői mondják. Azt, hogy egy átlag embernek élnie kellett ebben a rendszerben, és ezért bizonyos kompromisszumokat kötött, hát arra József Attilát idézném, hogy nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet. Igen. De van egy határ, amit ez az átlag ember is kell, hogy magának szabjon, hogy mi az, amiben részt vesz, mi az, amiben nem vesz részt. Kevesen voltak, akik ezt a határt úgy húzták meg, hogy semmiben se vettek részt. Tehát, hogy a morális integritásuk, tisztaságuk az mindennél fontosabb volt. Most mondta a médiát is, és én magam is elkezdek ezen gondolkodni, hogy a rendszerváltás környékén mi volt. Amikor volt a Duna körmozgalom, és a Bős-Nagymaros erőmű építése elleni tiltakozás lényegében egy politikai állásfoglalás volt, mert ez a rendszer elleni tiltakozás volt igazából már. Ez egy nagyon jó metaforája volt, ez az erőmű építés elleni környezetvédelmi meggondolás. És mint újságíró, akkor a rádió munkatársaként tudósítottam a tüntetések egyikéről másikáról, akkor én már magam úgy éreztem, hogy egy ilyen rendszerváltó izébe vagyok, pedig csak dolgoztam, és ha úgy tetszik, akkor ennek a Kádár rendszernek a hivatalos média szegletében, a Magyar Rádióban dolgoztam, tehát kollaboráns vagyok, mert részese voltam annak a diktatúrának, mint munkatárs, de ugyanakkor a folyamatokban valamilyen módon részt venni, igen. Na most akkor jön a
rendszerváltás, és az MDF kiírja a bemtéri székházában a Tacepaóra a halállistát, hogy milyen újságírókat kell azonnal eltávolítani. Nagyon büszke vagyok rá, hogy valahol ott voltam az 500. sorban. Így van, innentől már nem kell igazolni az előzőket. De milyen hülye dolog ez? Hát igen, igen. Milyen hülye dolog pontosan, ez? Nyilván az is hülye dolog, ha mindenkit leárulózunk, a portást is, igen. Aki valamilyen állami intézményben. Már pedig ilyen politikai váltáskor ez megtörténik. Ez is megtörténik, ez az egyik véglet, a másik véglet, amiről most igen, a műsorunkban beszélgetünk, igen. Hogy valaki átrajzolja utólag a saját szándékait. És én azt egy vállalható magatartásnak tartom, hogy valaki egy rendszert javítani akar, reformálni akar, és ezért tehát valamilyen munkát vállal. Hát nyilván azért mondom vállalhatónak, mert magam felé hajlik a kezem, hát én is valami ilyet tettem. De hogy utólag aztán rendszerellenségnek tüntesse fel magát, és hősnek, aki a barikádra vezette a népet, azt végtelenül ellenszenvesnek tartom. Épp azért, mert a kisembert szégyeníti meg, aki nem tett más, csak élni akart, végezte a dolgát, nem követett el különösebb emberi árulásokat. Most meg ő, a kisember fog úgy tűnni, hogy ő a rendszer szolgája, még az, aki esetleg a főnöke volt, már a belülről bomlasztás igen, szövegében mossa magát. Mögé bújik, igen. Hadd kérdezzek még egy nagyon személyeset. Ha visszaemlékszik-e arra, hogy amikor először felmerült, vagy szembesültek az MSZMP-n belül, azzal, hogy itt több pártrendszer lesz. Először igen. Találkoztak azzal igen. A gondolattal, valószínűleg sokáig nem gondoltak az MSZMP vezetői arra, hogy ez be fog következni, mert hogy megreformálni a szocializmus, meg mit hogy tudom nem, én ezt, az tényleg. Igen. De volt egy ilyen pillanat, biztos nem tudom, emlékszik rá, akkor mit gondolt erről? Igen, addigi szerepével mi lesz? Igen, ez 87-88 tájékán volt, annál is inkább szembesülnöm kellett, talán picit másoknál korábban ezzel a gondolat, hogy itt több pártrendszer lesz, mert Kulcsár Kálmánék, az igazságügyminiszterben, akkor már dolgoztak egy olyan jogszabályon, ami nem kimondva ugyan civil szervezetek mögé bújva, de a több politikai szerveződés. Ez a pluralizmus az pontosan, nevezetű igen, gondolatkör. Hívjuk nevén, tehát láttam, átment úgymond rajtunk ez a jogszabály. Bocsánat, a hallgatóktól lehet, hogy egy másik beszélgetésben már említettem. Ebben az időben ültünk kollégákkal a Pártközpont tudományos kulturális arosztályán, és arról beszélgettünk, hogy mi lesz a helyünk, mit akarunk, ha több pártrendszer lesz. Az egyik kolléga mondta, hogy hát az a történelmi logika, hogy akkor először biztos szétválik az MSZMP, és lesz egy külön, az egykori mintára a szociáldemokrata párt. És akkor ki hova fog belépni a maradék szociálisba vagy a szociáldemokratába? Ültünk ott vagy 80 derék pártapparátusi munkatársak, és mindenki azt mondta, hogy hát a szocdemben ez nem kérdés. De ezt még utólag nem nevezném ellenállásnak. Hogy igen, igen. Jó, ki maradhat tiszta egy diktatúrában? Van-e értelme egyáltalán felvetni ezt a kérdést? Mi a különbség, aki belülről dolgozott, és most nagyon konkrét leszek, mert Ildikóval beszélgetve nem hagyhatom szó nélkül, hogy az MSZMP-ben egy rendkívül erős reformmozgalom indult el, ami elvezetett a rendszerváltásnak ahhoz a részéhez, hogy amikor ez külső tényezők hatására létrejöhetett, ott már mint közgazdasági, mint államigazgatási, készek voltak a tervek. Hát magam egészen is. Az orosz csapatok kivonásáig, ez még az is, szegény Orbán Viktornak egy kicsit gyengíti a pozícióját, de ez egy másik kérdés. Vicces volt, de igaziból a vége felé már a pártközpontból jártunk át a reformkörbe. Én is reformkörös voltam, meg sok más kollégám is. Ezzel együtt nem mondanám, hogy belülről bomlasztottunk. Objektív hatásában ez nyilván fölpuhította a rendszert, és tárgyalóképessé tette, ami hát a békés átmenetnek föltétele Része. Volt. Igen. De még a reformkoron és a reformkörön és mozgalmon belül is nagyon sokféle motivációjú ember volt. Tényleg az is volt, aki csak kicsit javítani akart a dolgon. Van, aki nagyon javítani, és biztos volt, aki már a rendszerváltásban gondolkodott, de ő sem azért lépett be annak idején a pártba, hogy ez hogy legyen igen, eljutott odáig. Eljutott odáig. Ez egy szerves fejlődés. Szóval véget egyszer felteszem a kérdést, hogy lehet-e teljesen szembe menve egy diktatúrával kimaradni annak minden egyes szegmenséből. Innen folytatjuk. Demszki Gábor volt főpolgármester, kutató és a demokratikus ellenzék. Oszlopos tagja,
Szóval mi tekeződünk, nem haragudjon, de ezt nem tudom kikerülni. Szóval én azt mondtam, hogy lehettetek tisztákat azért, mert a rendszer megtűrte, hogy viszonylag szabadon ellenzék kieskedjetek? Hát nem tudom, szóval azok, akik kívül voltak, tehát a demokratikus ellenzékhez tartoztak, azért a következő szankciókat kapták egy évtizeden át, állástillalom teljes, publikációs tilalom teljes, piros útlevél bevonása először, kék útlevél bevonása ezzel együtt. Tehát gyakorlatilag a létnek a lehetetlenné tétele egyáltalán létezésnek itt. Akkor az városi legenda, hogy lényegében a Kádár rendszer acél és körének jól átgondolt koncepciója alapján tartotta és engedte a demokratikus ellenzék működését, egy kicsit március 15-e előtt leültette őket a fogdába, aztán kiengedte, ha kellett egy kis ösztöndíjat is engedélyezett, hadd menjen. Nem így volt ez? Közel egy évtizeden keresztül figyeltek. Uh-huh. Most a figyelők közül valaki közé tett egy könyvet, Zolyomi Tamás, és ez szerint a könyv szerint időnként, amikor nagyobb akció volt, megdöbbentő a szám, amit ő maga leírt, 100 ember volt benne abban, hogy követtek. Na most mit csináltunk? Kiadtunk már a 80-as évek közepétől évente 300-400 tonna kiadványt. Micsoda? Tonna számjegyzatot. Ez azt jelenti, egy gépkocsival 500 kilót lehet elvinni maximum. Na most ez azt jelenti, hogy ez egy nagy üzemmé vált, a lengyel volt a minta, ott 100 000 példányban jelentek meg a föld alatt a kiadványok, tehát a legnagyobb írók azok már az ellenzékben publikáltak többek között azért, mert több olvasójuk volt ott. Tehát egy ellenkultúrát hoztunk létre, és természetesen ennek megfelelően első számú ellenségé váltunk. Az azt jelenti, hogy nem tudom, több alkalommal megvertek, elítéltek, 6 hónapra szabadságvesztésre felfüggesztetten, azért lett felfüggesztett egyébként, mert Ronald Reagan aznap 84-ben kiadott egy nyilatkozatot, hogy kérem szépen Dembski Gábor ügyében az Amerikai Egyesült Államok fair tárgyalást és ítéletet vár el. Na most akkor Magyarország tagja volt az IMF-nek, Világbanknak, onnan kaptuk a hiteleket, ezeket a hiteleket fogyasztásra költött el az akkori nagyszerű rezsim. Aztán később ugye ez a hitelállomány óriási problémát jelentett már a rendszerváltás után. De ez azt jelentette, hogy fügtünk nagyon erősen a rezsim az Amerikai Egyesült Államoktól. Tehát nem lehetett bennünket becsukni. Tényleges, hosszú börtönbüntetésre becsukni nem lehetett. Minden más egyébet igen. Tehát amikor engem elvittek reggel, akkor én mindig mondtam már reggel, hogy este 10-ig ki fognak engem engedni, mert nagyon sokba fog egyébként ez maguknak kerülni. És valóban 15 perccel nyílott a cellajtó, és akkor kérdezik, hogy Dembski úr ezt honnan tudja? Szóval ez a történet. Amúgy szeretnék visszatérni az előző kérdésre, mert engem nagyon érdekel ez a téma. Tehát, hogy kollaborálás. De én is szeretnék visszatérni, csak ezt nem hagyhattam ki, hogy ne elevenítsük fel, hogy ez a státusz való milyen volt, úgyhogy térjünk vissza erre. Szóval kollaboráció, együttműködés vagy elszenvedése a rendszernek. Ez mint a rendszerváltás előtt, de szerintem a rendszerváltás után is vannak erre példák, úgyhogy beszéljünk erről, amit évekkor elkezdtem. Mondanék egy csodálatos példát, ami azért jó, mert szerintem ez egy strukturális kérdés. Mi kívülről láttuk a rendszert, tehát azt láttuk, hogy hogyan alakul át, és hogyan mentődik át sok minden, tulajdonképpen a struktúrának egy része és a személyállomány is. És erre a példa a következő, arra, hogy ki az, aki nem kollaborált. No. 1988. július végén fölhívtak engem az édesanyám lakásában, csak ott volt telefon, és a következőt mondta egy ismeretlen férfiank, hogy Dembski úr, van nálam egy iratállomány, magát érdekelni fogja, találkozzunk egy negyed óra múlva a felszabadulás téren, így hívták a Ferenciek terét. És átadta nekem a következőt, a Next 2000-nek a dokumentációját, ami azt tartalmazta, hogy az MSZMP a vagyonának egy jelentős hogyan része százas nagyságrendben ingatlanokat bekíván vinni egy KFT-be, kében. És így kvázi magántulajdonná tenni. Na most kiderült akkor, mondtam egy beszédet erről, a Királydombon, mert jött az emberi jogok napja augusztusban, és ebből kerekedett egy ügy. Elkezdtünk utána járni annak, hogy van ez.
vidéken és megyékben, Bács-Turing, meg Cimbriána, meg mindenféle néven folyt a vagyonátmentés. Ez volt az egyik elindítója egyébként a népszavazásban annak a kérdésnek, hogy elszámoljon-e az MSZMP a vagyonával. A válasz 95%-ban természetesen igen volt erre. Valójában az elszámolás nem történt meg. Ez pedig még a német kormánynak is a bűne, meg a későbbieké is. Tehát tulajdonképpen azt adott át az MSZMP, amit akart, nagyobb részt nem adta át az ingatlanokat. Ez azért rendkívül fontos, mert ez alapozza meg a későbbiekben ez a vagyon, azt a működést, ami fenntartotta az utódpártot is, véleményem szerint, ezt persze pontosan nem tudom, de az, hogy a vagyon maradt, hát igen, csak miután ennek második fázisában már a magyar nyilvánosság egy kicsit nyitottabb volt, és mi a televízióban, akkor már ott dolgozva, egy Napzárta című műsorban a Next 2000-rel nagyon sokat foglalkoztunk, és nagyon sok, te is voltál ott, az MSZMP és az később MSZP prominenseivel is, és ott nekem az derült ki, hogy hát sikerült magán, már ugye a gazdasági átalakulás következtében magán cégekbe átvinni rengeteget, ami már nem a politikai rezsimben volt benne, hanem a piacgazdaság része volt. De a Demésznek például 35 vállalata maradt. Vannak kimutatások, hogy mennyit fizettek be az MSZP kasszájában ezekből a vállalatokból. Tehát gyakorlatilag itt nem a rendszerváltás kapcsán azért világosan kell látni, hogy nem egyenlő feltételekkel indultak a pártok 90 azt után. Azt szerintem ez senki nem. És szerintem Ildikó se akarja cáfolni. És nem? Még egy dolgot szeretnék mondani, azt, hogy volt egy hatalmas nagy mennyiségű információ, amit a 3x3, 3x2, 3x1 gyűjtött össze, ez az irodállomány, ez nem került tulajdonképpen közkézbe, nem lett nyilvános, és használták a mindenkori kormányok, így amikor a Horn kormány volt, ők is. Hát ez nagyon sokáig komoly vitatéma volt, hogy ezt hát ez nem csak vitatéma, hanem gyakorlatilag a rendszer működését nem lehet megérteni ennélkül. Igen. Németországban a GAUK rátette a kezét erre, hát a NIP, gyakorlatilag ott megtörtént ezzel a rendszerváltás, hogy kinyitották az irattárokat. Ezt Magyarország elszabotálta a kormányról kormányra, úgyhogy ez azt hiszem, hogy nem is a Saint-Simon rezsimnek róható csak fel. De hol itt a kollaboráció? Ha szabad ehhez kapcsolódom, amit Gábor mondott, bár ezekben az utolsó átadási időkben én már nem voltam jelen, tehát már akkor nem dolgoztam, tehát nem vagyok élő tanú, de hát én is láttam a folyamatokat. Azt teszem hozzá éppen morális szempontból, és ugye a kollaboráció is részben morális kérdés, hogy ezeknek a vagyonelemeknek, ahogy később láttuk, a nagyobb része magánzsebekben kötött ki. Ott kötött ki. Tehát nyilván nem csak ott, és ez mutatja ennek az egésznek a morális csapdáját, hogy aki esetleg hősileg úgy gondolta, hogy ő segít a baloldal átmentésében, marhaság, mert így nem lehet, vagy nem szabad segíteni, az azért később mégiscsak ezt a morális álcát levéve adott esetben maga is hasznot húzott, és a morál kérdése azért érdekes itt, Gábortól kérdezem általában, hogy az az érzésem a Kádár rendszer végnapjaira, meg az Orbán rendszernek egyelőre nem végnapjaira, hanem létére gondolva, hogy talán nehezebb morálisan tisztának maradni a puha diktatúrákban, mint a keményekben. Mert a puha diktatúra elhitetheti az embereket, tulajdonképpen lehetett élni kevés hősi kivétellel a Kádár rendszerben is. Az Orbán rendszerre is lehet mondani, hogy rengeteg mindent nem lehet, de azért mégis itt ülünk egy rádióban és beszélgetünk. Picike réseket hagynak, hogy ilyenkor nehezebb hősnek lenni, nekem az az érzésem, mert az élet nem fekete-fehéren teszi fel, nem tudom, te ezt hogy láttad, vagy látod. Én struktúrában gondolkodva azt mondom, hogy a leglényegesebb különbség az, hogy mi be voltunk ide zárva, ekkőnek az országnak a határai közé, sehová nem utazhattunk, gyakorlatilag itt maradt ezáltal a magyar értelmiség elitje, a legnagyobb írók, tudósok, stb., akik ott voltak az ellenzék körül, és segítették ezeknek a formációknak a létrejöttét, ez óriási nagy különbség volt. Ma pedig nyitott az ország, tehát azok, akik nem kollaborálnának ezzel a rendszerrel, és utálják az egészet, menekülnek innen,
családtagjaikkal együtt közel 1 millióan vannak. Na most 1956-ban 220 ezeren mentek el Magyarországról, és ez egy óriási érvágás volt, mert kik mentek el, nagyobb rész az értelmiség ment el. Most tulajdonképpen ugyanez a szelep működik, csak sokkal nagyobb, és ezáltal tulajdonképpen hát azok, akik itt igazán lázadnának, tennének valamit, azok nincsenek itt. És ez egy óriási, jelentős ebbe a körben egyébként nem tartozik szorosan a témánkhoz, de ide kívánkozik sajnos az a nagyon fiatal egyetemista és már fiatal szakember is elmegy tömegével, akikre szükség lenne nyilván a magyar gazdaságnak is, de a magyar politikának. Pontosan. Mert attól apolitikus a fiatalság, hogy nagy részt elment innen, ezt mondja, hogy nem fog itt kínlódni, bár meg kell mondanom, hogy nagyon becsületes az a vállalkozás, hogy most már középiskolások is felemelik szavukat a tanárokért, a tanrend miatt, és nem csak az egyetemisták olykor, tehát azért van valami mozgás, ezt tegyük hozzá. De van egy nagyon lényeges különbség. Az, hogy akkor azért egy elég jelentős csoport elhatározta, hogy nem tartja be a polgári engedetlenség normáinak megfelelően azokat a törvényeket, amelyeket az emberi jogokat korlátozzák. Tehát elmegyünk a falunk, ütközünk. Amikor engem ütöttek, akkor én azt gondoltam, hogy annál rosszabb nekik, mert aztán jövünk majd mi, mert jön a rendszerváltás. Tehát, és így halmozódott fel az a politikai tőke, ami segített bennünket később abban, hogy megcsináljuk a kék könyvet, amit... Igen, de akkor vissza kell térnem, amit Ildikó mondott, hogy egy puha diktatúrában ugye sokkal nehezebb ennyire világos szerepvállalásba menni, mint... Hát meg sem próbálják. De talán azért, mert a puha diktatúra még mindig élhetőnek tűnik nekik. A hatázi kivételével én nem tudok olyat, aki rendszeresen ütközik itt. Ó, ebben igazad van. Maga, nem, ez mondjuk így van, de ez azért van, amit most mond az Ildikó, hogy azért élni lehet, nem fosztanak meg az útlevelettől, a szabadság jogaitól, korlátozgatnak, a szakértelmiséget nem szeretik, általában a mai politikai vezetés az elittel szemben van, nem tudom miért, mert lépés nem tett, hogy megnyerje, ez nagyon érdekes számomra, mert egyébként megtehette volna, és akkor ez az ország nem így állna, hogy áll, de ez egy másik kérdés. Mert értelmiség és kultúra ellenes, alapvetően. Sajnos igen. A rezsim erre épít valóban egy ilyen néppárti populista. Orbán közölte, hogy levenni az öltönyt, és mindenki egyszerű népgyermekeként, és akkor megnyerjük a vidéket. Megnyerték, úgy egyébként hozzáteszem. Na most az az ellenállás, ami egyéni döntés, az a legnehezebb. Hát van egy tanárnő, akinek azt mondja, családja van, gyerekei, igen, eltartja, igen, őket esetleg. És azt mondják neki, hogy honlaptól irodalomban csak ezt taníthatod, meg ezt nem. És azt mondja, hogy akkor én ezt nem tudom szakmailag vállalni, akkor elmegy takarítani. Egy pillanat, azért itt van Iványi Gábor, itt van Derdák Tibor, itt van Elrito Knóra, és ők létrehozták a szabadság szigeteit, és az a probléma, hogy ezek az emberek, és ezek az intézmények, mert azért ők nem magukban dolgoznak, ezek mind oktatási intézményeket tartanak fenn, ezek nem válnak országos mintává és példává, hogy kérem szépen, így is lehet, nem válnak, ha úgy tetszik, hősökké itt ebben a rendszerben. Ezt én nem nagyon tudom megmagyarázni. Egyetlen okot azért hadd mondanék, és ez is az előző rendszerből jön. A második gazdaságot. A második gazdaságban az alaptörvény az volt, hogy meg kell találni a kiskapukat, adót nem fizettünk, kaparj kulta, neked is jut, tiéd az ország, magadnak építed, írt a Kennedy János a könyvet arról, hogy épült fel a saját lakása mindenféle hatósági közreműködés nélkül, hogy annak ellenére. Nos, tehát ez sajnos, ez a legdurvább, legkeményebb és legfolytonosabb öröksége az előző rendszernek, hogy ez fennmaradt. Nem csak az adó elkerülés formájában, egyébként is. Mindegy, hogy mi van, mi meg a családunk megtaláljuk a jót, a kiutat, azt ma erre azt mondják, hogy megcsináljuk okosba. Okosba. Ez borzasztó. Pontosan. Ez rémes, amikor ezt is, van még egy dolog, amit nem lehet elmagyarázni. Tényleg ezt se lehet elmagyarázni már a nyugati végeken, tehát kicsit az elvától nyugatra.
De nem lehet elmagyarázni a Strómant sem, ami ugye a rendszernek a lényege, hogy valaki más az én nevemben hatalmat gyakorol, vagyona van, 100 milliárd vagyona van, helyettem lop. Ezt, hogyha én próbáltam. Sokféle, Amsterdamban, Berlinben, Washingtonban, Strómant, és így néznek rám, hogy bocsánat, és ezek nincsenek börtönben? Kérdezték, hogy miért van maguknál igazságszolgáltatás? Hát van ott jogállam? Nincs. És akkor mi van? Akkor miért tartoznak az Európai Unióhoz, ha nincs jogállam? Most ez egy nagyon jó példa volt, mert ez egy örökség. Ez az örökség. És ez a Kádár rendszer öröksége. Ez már egy félszázados örökség. Bocsánat, de meg kellett tanulni élni. Tehát miután a rendszer ostoba törvényekkel korlátozott, zárt volt, és korlátozott rengeteg cselekvésben tett benn embereket, meg kellett találni a kiskaput, mert egyébként két dolgot csinálod, vagy felkötöd magad, vagy belépsz és ott harsogsz, és azzal, hogy politikailag azonosulsz, egzisztenciálisan jobban jársz. Amorális választási lehetőség. Ez 68 után jött egyébként, 68-ban volt egy hivatalos reform, egy decentralizált piacgazdaság, stb. Az nem működött. Egy idő után, 72 után kifújt, már le is állított a Kádár. Azonban, ami működött, az a második gazdaság. Igen. Elengedték, kaparkulta, elengedték. Ez egy elég erős moszkvai nyomásra állt le a reform, tehát azért ez egy igazi ez nem saját döntés kitörési volt, lehetőség igaz. Volt a táborból, de leállt, és félre is tették a reform. De annyiban igaza van a Gábornak, hogy a második gazdaságot emlegeti, ami akkor a második gazdaság, ez az élni és élni hagyni, az életszínvonalat megőrizheted, kiútja volt, az most a kivándorlás, amiről tényleg beszélt, hogyha nagyon nem bírja, akkor van egy kiskapu. Hadd mondjak egy nagyon édes, drága példát magam számára erre, hogy a második gazdaságban sok mindent csináltak, ugye házakat építettek, szolgált, stb. De mi volt nyomdai második gazdaság is? Ezért, amikor igazán szép kiadványokat akartunk, ilyeneket, akkor mit csináltunk? Azt nem mi magunk nyomtuk, hanem odaadtuk valakinek a kéziratot, és ez többszörös átétellel eljutott egy sokszorosító üzembe, ott ellopták a papírt, a festéket, és hétvégén munkaidőben 3 nap alatt kinyomtak egy könyvet. Magyarán az ellenzék is a második gazdaságból ért. Pontosan, miért, miből? Hát mi is abban? Hát nem egzisztenciálisan, hanem így tudod létezni. Van, de a nyomdászok egy hétvége alatt kerestek így annyit, mint egyébként egy egész év alatt. Tehát számukra ez egy akkora ellenállhatatlan kihívás, hogy nem politikai meggyőződés. Az ellenállás ellenállhatatlansága. Hanem azért, mert egyébként ők konspiráltak a legjobban. Én mindmáig nem tudom, hogy a második gazdaság melyik bugyrában, hol, mit nyomtak. Tehát nem tudod, ki volt a nyomdász? Egyetlen egy ilyen üzemet sem ismerek, ugyanis annyira féltek attól, hogy ők örökre elveszítik az állásokat, és nyomdászként soha nem dolgozhatnak, hogy elásták a lemezeket, ezt megtudtam. Aha. Hogy hétvégén elővegyék, és kinyomtassák. Tehát a rendszer nyomdája kollaborált az ellenzékkel. Igen, pontosan. A második gazdaság csatornáival. Bonyolultam. Nem tudták, hogy mit nyomnak. Nem tudták? Nem érdekelte őket. Egyetlen egy dolgra figyelj, hogy 56 nem. Igen? Egy tabu volt, 56 nem, de egyébként. De az, hogy ilyen emberi jogi okfejtéseket. Kérdés, hogy beleolvastak-e? Milán Kunderát simán lehetett, Orwellt is simán lehetett. Sőt, hozzáteszem, hogy a 3x3, amikor követett bennünket, és észrevették, hogy Orwellről van szó. Hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy ide tartozik, hogy a darabér. Igen. Az így készült. Nem a darabért, azt először kinyomták emigrációban, és azt után nyomtuk, de így készült, pontosan. Az utánnyomás van. A szerencsében, vagy észre egyetem is, akkor én olvashattam hogy a darabért, de én nem is akartam elhinni. Én még ott voltam a Miki tárgyaláson, ott volt Ducsinszka Ilona, és ott volt Rajk Judit, és ott Andrási Katinka ott ült az első sorban. És így a Miki is 6 hónap felfüggesztetet kapott, meg egy jó pár évvel később én is. Mert ott voltak a gráciák. Ott voltak a gráciák. Igen. Amit mesélsz meg, amiről beszélgetünk, arról eszembe jut az, hogy
nem tette rosszat velünk, vagy az emberek mentalitásával, akaratlanul és Gyulának az amúgy szép verse, az egymondatos annóságban, de ugye az van, hogy mindenki szem a láncban. Ha nagyon elhisszük, hogy mindenki szem a láncban, akkor eleve kisebb a hajlandóság arra, hogy valaki ezeket a szombat-vasárnapi hősiességeket, tehát amit még lehet, fölvállalja, mert nagyon végletesen gondolkod, hogy ha itt vagyunk, akkor szemek vagyunk a láncban, most nem megyek bele a parlamenti ellenzék mostani viselkedésé, vagy ez egy kicsit fölmentés is, hogy hát elfogadtuk azt, hogy... Abszolút így van. Abszolút. Én szoktam sokszor beszélni erről, előadásokat is tartok, tanítok még a Veszprémben, bár bért már nem fizetnek már június óta. Szóval elképesztő, omlik össze az egész. Teljesen. Én is járok oda, és ezt de amikor ott is, meg másutt arról beszélek, hogy Turó, meg Gandhi, meg Tolstoy, mit is írt a polgári engedetlenségről, hát bizony az emberek lesütik a szemüket. Tehát, hogy... Mert ezt talán megengedhetnék maguknak. Igen, de, talán azért, ennyit, igen. De, hogy ez, elég sok, mert hogy ugye... Ez megbuktatott rendszereket. Hogy mondjak egy forgatókönyvet, szerintem az ellenzéknek meg kellene egyezni abban, hogy milyen nyelvet használ arról a rendszerről, amelyben élünk, tehát milyen fogalmakat. Tehát például a Magyar Bálintnak a fogalomrendszere, a fogadott családról és a mafiám, stb. Az szerintem elég jó. Tehát lehet jobbat kitalálni, de nem nagyon érdemes, mert ez megvan. Tehát el kellene fogadni egy nyelvet, és utána azt mondani második lépésként, hogy kérem szépen, ezeket a törvényeket nem tartjuk be. Kihívóan engedetlenek vagyunk. És ha ennek következményei vannak, annál jobb. Tehát, van ennek piaca ma? Gondolj a tanárokra, akik a polgári engedetlenség miatt elveszítették az állásukat, és a rendszer tudta, hogy elég 15-öt kirúgni, 100 000 már megijed. Nagyon jó példát mondasz. Én minden ilyen demonstráción szinte részt vettem, vagy olvastam, hogy mi volt, soha nem beszéltek a rendszer egészéről. Tehát nem írták le a rendszert, hogy az mi. Nekem ez az egyik problémám. Tehát az, hogy nekünk megvolt az egységes nyelvünk a szovjet rendszerű. Egyszerű, mert ugye nincs piacgazdaság terv, stb. Igen. Egy pártrendszer, stb. Tehát hogy írjuk le a szovjet rendszert? Ez képest, ez nagyon nehéz, ezt a mait nagyon nehéz leírni. De nem, ezt megtette a Bálint, megtette a Magyar Bálint. Nem, nincs rá szándék. És erre mondtam, hogy van piac rend? Van össze-vissza beszéd. Ehelyett én úgy látom. Tehát, és a másodiknak pedig, hogy az engedetlenségnek pedig valóban nincs. Az történt ezeken a demonstrációkon, hogy nem beszéltek a rendszer egészét. Nem helyezték bele valamiben. Nem azért van, mert ez a rendszer azért nagyon-nagyon ravasz és ügyes abból a szempontból, hogy borzasztóan megosztja a társadalmat, amiről te beszélsz, ami neked nem tetszik, melletted ülőnek, az más a véleménye, mert ő egy picit jobb helyzetben van, mert gondoskodtak róla, hogy ő jobb legyen neki. Tehát, hogy mindig kiegyensúlyozza valahogy az Orbán apparátus a diszkriminációt, hol gyengít, hol erősít, és ezért nincs egység, ezért nincs vevő egy polgári engedetlenségi mozgalomra nagyobb számban, mert van vesztenivaló. De az egy pillanat, nem élünk... ne kellene próbálni, hogy működik-e, de ahhoz kellene valamiféle elszántság. Nekünk egy gatyánk volt, nekik már azért van mit veszteni. Igen. De nagyon sok a vesztenivaló. Hát azért 25-30 évvel a rendszerváltás után emberek egyéni programokkal kialakították az életüket, az egzisztenciájukat. Most tényleg egy van mit veszteni. Most tényleg van, hát sokkal jobban élünk, bocsánatot kérek, hát a javak is itt vannak és egyebek. Van tulajdon, van piac, van minden. Mindent sútba dobni azért, hogy most elküldjek egy miniszterelnököt a francba, nem biztos, hogy ennek a kockázatát, egyes terhét, és ezt az energiát rá akarom áldozni. Hát igen, mert ez a rendszer már az Orbán rezsim, akkor hívjuk úgy, hogy a maffia állam, mert ez szerintem is egy jó terminus, nekem más is jó lenne, csak lenne egységes. Ez azért 13 évet fektetett abban, hogy a szolidaritás szálait
nagy politikai ollóval szétfagdossa. Kezdődött, hogy a rokkant nyugdíjakkal, mert a rokkantak naplopók igaziból jöttek, utána a hajléktalanok, akik csúnyák meg koszosak, zavarják az utcaképek, aztán jöttek a civilek, akik meg segítenének a hajléktalanokon, és az bűn, ugye, és így tovább egyre újabb és újabb társadalmi csoportok, csak idegen szóval tudom mondani, stigmatizálódtak, váltak a többiek ellenségévé. És azt hiszem, hogy amikor a pedagógus demonstrációkról hiányolod joggal, hogy nem a rendszer egészét támadják és kritizálják, az épp azért van, mert ők szeretnének számítani arra a tüntető pedagógusra is, aki esetleg itt-ott a Fideszre szavaz, vagy szavazott, de most elégedetlen a bérével. És azért kell, hogy számítsanak erre is, mert tudják, hogy más társadalmi csoportokból kevésbé lesznek szolidárisak velük. Igen, azért, ez ma már tapasztalat. Hát megélték. Igen. Megélték a fekete ruhás nővérek, és így tovább. Igen. Én engem sokkal jobban érdekelnek mindig a megoldások, mint a leírás. Na most az egyik kérdés, ami engem nagyon zavar, az az, hogy folyamatosan nap mint nap ezer szám nevén nevezzük a miniszterelnököt. Na most az indirekt propaganda is propaganda. Nem mondjuk a nevét, vagy hogy gondolod. Én szerintem a többek között, amikor a nyelvről beszélünk, az ellenzéknek meg kellene egyeznie abban, hogy miként nevezi. Hadd mondjak erre egy példát. Haraszti Miklós 73-ban elítélték, 6 hónapra, mint említettük, és megkérdeztem te, hogy mi a véleményed, Miki, a cikkről, ami megjelent a Népszabadságról, rólad, és hát gyalázkodott, stb. Erre azt mondja Miki, és akkor mutatom, ennyit írtak rólam, és széttárja az ujjait. Igaza volt. Tehát abszolút az is reklám, amikor szidalmaznak. Hát mert válaszolni lehet rá. Legjobban Orbán Viktor tudja maga. Hát hiszen azért provokálja a nyilvánosságot, azért provokálja a nemzetközi életet, hogy mindig róla írni hát kell, igen, mert kikerülhetetlen. Ez egy nagyon jó kommunikációs módszer, hogy kikerülhetetlen legyél, őt nem nagyon érdekli, hogy szidják vagy nem. De hát az érdekli, hogy ott van. Azt, amit mondok. Hát. Na, erről igen, van csak szó. Azért. Na most ezzel azonosulni, és ezt átvenni, a legszűkebb apparátusabb megteszi. Igen, de egyáltalán megtehetjük, értem, amit mond, hogy ez is egy reklám. De egy olyan rendszert, amiben ekkora az egysebélyi hatalom, amit hát tényleg Orbán hatalma jegyez, tehát ez tényleg Orbán rendszer, nehezen tudnám másképp nevezni. Kádár nevét sem mondtuk ki. Nem mondtuk ki. Igen, de nem vagyok benne biztos, hogy már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azért bukott meg. Kádárnak mennie kell. Hát, de azt mondtátok, hogy Kádárnak, és nem 25 ezer embert mondtatok. De az a legvégén volt egyszer. Nem, igen. Alapvetően az a társadalmi szerződésben. Így van. Igen. Hát én szóval magyarán nem nagyon hiszem, hogy az Orbán rendszerről Orbán neve nélkül lehet beszélni, de hogy mit mondunk róla? Hogy ott ne a reklámkeltés akaratlan hatása legyen, hogy ne démonizáljuk abban az értelemben, hogy mindenhatónak tekintjük, hogy itt nem is lehet ellenállni, mert ez egy olyan tehetséges ember, hogy mindenem fogást talál, az már tényleg helytelen, ha itt van ennek egy másik csapdája is. Egy héttel ezelőtt Lakner Zoliékkal ezt érintettük, de most, hogy Ildikó mondja ezt, eszembe jutott ismét, hogy... Ha egy picit differenciáltabban nézi az ember a politikát, a közéletet, és a nagy ellenálló gesztusa helyett és attitűdje helyett azt nézi, hogy vannak jó dolgok, amik történtek ebben az Orbán rendszerben, és ha véletlenül erről beszél, akkor a többiek, akik kollaborásnak hiszik. Tehát azok, na, akkor ennek biztos valami érdeke van abban, hogy most két példát fogok mondani. Aki dicsérte annak idején a közmunkát, mint lehetőséget, mint kezdeményezést, mert saját tapasztalatai azt mutatták, hogy nagyon sokat segített egy hosszú évek óta nyomorban élő, segélyen tengődő lakossági rétegen, elsősorban a cigányságon, akkor az megkapta, hogy na, akkor te nyalod a popóját ennek a rendszernek, hát ez egy rabszolgasors, és nem volt igaz, mert nem rabszolgasors, és nagyon sok embernek se. De nem volt... hogy mondják ezt divatosan, hogy nem volt helyes ebben előjönni, mert akkor a veled együtt gondolkodók leszúrtak. Én magam meg azt értem meg nem egyszer, hogy miután a múzeumprogramnak egy jó részét én nagyon jónak tartom, mint egy jelentős kulturális beruházás, és ezt nem hallgatom el, bizony saját kollégáim ezért engem meg rónak, hogy na hát akkor mi van.
Na most ez is tudathasadásos állat. Most én vagyok a kollaboráns, aki azt mondja, hogy de örülök, hogy a városomnak a főterét felújították, mert az országgyűlési képviselő kiárta, hogy erre külön pénzünk van. Szabad-e dicsérni az egyébként elnyomó rendszert bizonyos lépéseiért, vagy akkor már kollaboráns vagy? Hát én ezekről nem beszélnék, nagyon egyszerű a megoldás. Amúgy pedig miért ne, ha azok a feltételek, amiket az imént mondtam, teljesülnek, tehát hogyha megegyezünk abban, hogy hogy írjuk le a rendszert, hogyha nem nevezzük néven a miniszterelnököt, stb. És ha fel tudunk vázolni valamilyen programot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezen a rendszeren változtatni, akkor ezt is lehet tenni. De ezek nélkül bizony furcsa, hogy... Nem az van ebben, hogy... Azért visszatetsző egy dicsérő gesztus tőlem, aki ennek a rendszernek a kritikusa vagyok egyéb iránt, mert hogy ezzel segítem és erősítem akkor ezt a rendszert? Nem, szerintem kötelességem nem minden körülmények között szembe menni? Nem, én azzal értek egyet, amit Gábor mondott, hogy megfelelő divatos szóval, keretezéssel, hogy elmondom, hogy a rendszer lényege micsoda, a éppen pozitív hatású elemeket is nyugodtan lehet, sőt kell pozitívnak nevezni. Gondoljunk bele, ha egy ilyen elvakult, mindenre csak nemet mondó, szűk ellenzéki csoportnak tűnünk, ez Orbán érdeke. Ez pontosan Orbán érdeke, hogy persze vannak a maroknyi hazaárulók. Akik mindent és minden. Igen. Nem kell, attól, hogy az ember ellenzéki, nem kell hazudni, már bocsánat. Tehát attól, ami felemásan, vagy itt-ott jól is működik, azt el lehet mondani, ha ma a közmunkát említette, nem bírom ki, hogy akkor persze hozzá lehet tenni, hogy igaziból a Gyurcsány és a Bajnai kormány idején kezdődött a közmunka rendszere, azzal a nagy különbség, hogy akkor kifizették a minimálbért érte, tehát rendes munkát várva, rendes bért fizettek, de nem akarok belemenni a részletekbe, inkább példának mondom, hogy lehet és mondani ott valami a pozitív mellett hatást. Volt a közmunka. Hogyne? Tehát ez nem nagyon egyedüli fontos. Kényszer így volt. Van, tehát itt gyakorlatilag az országnak egy jelentős keleti vége, tehát megyékről beszélünk, az közmunkán él, és egyfajta rabszolgaság ez. És abban az esetben, hogyha nem szavaz megfelelően, nem kapja meg a polgármestertől a közmunkát, tehát az elnyomás rendszerének a része. Tehát azért ma már ebben az összefüggésben kell véleményem szerint beszélni arról. És ezt a példát ugyan elmondtam múlt héten, de most miután erről beszélnek, kénytelen mondjuk újra elmondani, és hogyha az ellenzék 2011-ben, amikor a közmunkát a Fidesz kormány bevezeti, és tömegessé teszi, mert 200 ezer ember pontosabban volt benne. Tömegessé tettem, mert már volt. Támadta, és mi lett volna, ha azt mondja, hogy ez annyira jó, hogy azt kérjük a kormánytól, hogy emelje háromszorosára azt az összeget, amiből ez megvalósítható, és legyen benne még több ember, és ezeket az embereket utána képzőiskolákba vigyük el. És ez egy pozitív, logikus hozzáállás, ahelyett, hogy csípőből támadta az egész ellenzék, és az egész magyar értelmiségi, az egész közmunkarendszer. És még valamit hozzá kellett tenni. Az kollaboráció lett volna, azt mondani? Még valamit hozzá kellett volna tenni, hogy ugyanebben a térségben kiemelten támogatni kell a vállalkozásokat. A piaci alapon működő vállalkozásokat. A felzárkóztató iskolákkal együtt. Az iskolákkal együtt, így a három elem. Na, csak azt akartam, hogy nem az volt az ellenzékben, hogy csúnya együttműködés lenne, ha mi most ezt például pozitívan fogadnánk, és inkább a fejlesztése mellett törnénk láncsát, mintsem, hogy eltöröljük, mert rabszolga a rendszer. Ha így hatott, ahogy elmondta, és nyilván így hatott, így éltem meg, akkor rosszul csináltuk, azért mondom, több eszem első személyben, akkor még én is parlamenti képviselő voltam. A szándék ezzel együtt, jó néhányunk részéről, nem az volt, hogy a közmunka fogalmát törüljük el, hiszen még egyszer mondom, a mi kormányaink még ezen a néven is bevezették, hanem hogy megfelelő bérrel és megfelelő kiutakkal a továbbtanulás, a piacba való beilleszkedés segítésével valósuljon meg. De ezt nem lehetett képviselni így egy ilyen progresszív módon, mert meg kellett mutatni, hogy szembe vagyunk a kormánnyal. Mondjuk így, akkor itt megint abba a csapdába estünk bele, mert ezek szerint mi még ellenzék. Csapatmagatartás. Igen, hogy csak több mondatokban lehet beszélni a politikában újabban. Csak azt lehet mondani, hogy jó vagy rossz, egy összetett mondatot már nem bír el a politikai nyelv, amiben pedig ezek beleférnének. Hát ez is alátámasztja azt, amit mondtam, hogy egy rendszer kritika keretében kell beszélni a közmunkáról is. Ami nem történt meg már akkor is, azóta sem történik meg ez az egységes nyelvteremtés és az
ezen való diszkuszió. Tehát ez borzasztóan hiányzik, széttörezett az ellenzék, amihez hozzátenném, hogy egyre inkább az látszik, mint hogyha egymás versenytársai lennének, nem a kormánynak. Hát nem az látszik, hanem ez történik. Ez történik. Ami elképesztő, hogy azt a tanulságot vonták le az előző választásból, hogy amikor összefogás volt, hogy az összefogás nem vezet sehová, tehát egymás ellen kell menni. Ez elég borzasztó, de abból, amit itt a nyelvről is mondtunk, meg a pártok egymásról viszonyáról, az a mégis a furcsa következtetés adódik, hogy manapság a politikai nyelv és morális kérdés. Uh-huh. Éppen az ellenállás megfelelő formájának, kultúrájának és moráljának megteremtése az, aminek alá kéne vetni a pártok egymás közti viszonyától az árnyaltabb, differenciáltabb politikai nyelvig sok mindent. Ez egy nagyon jó megfogalmazás volt, hogy oda jutott Magyarország, hogy tőmondatokban kell beszélni, amiből következik a szűkítés. Pontosan, az árnyalatlanság. Az árnyalatok nélkülözése, a differenciált gondolkodás és a párbeszéd. Nem lehet úgy beszélgetni, tőmondatokban nincs párbeszéd. Igen, nem, jó, de, rossz, jossz, igen, igen. Nem. És ezért nincs igazából társadalmi párbeszéd sem, ennek a látszata ez a, mi hogy hívják ezt a nemzeti konzultációt, vagy micsoda, valami, nem tudom. Ilyen hamis, elszaladt az idő. Köszönöm szépen Lendvai Ildikóval, az MSZP volt elnökével, és Demszky Gábor volt főpolgármesterrel, moralizáltunk egy kicsit. De ígérem, hogy jövő héten folytatjuk, mert az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetnek ez a közelmúltban megjelent tanulmánya rengeteg gondolatot inspirált, úgyhogy Sonfay Péter kollégám már dolgozik a jövő heti adáson, várjuk Önöket, minden jót!